Redbet a trón örököse. Ezek vagyunk mi. Nem akarok egy olyan népvezére lenni, amelyik barbár szokásokhoz ragaszkodik, csak hogy elűzze a saját félelmeit. Redbet! És most a te fiad veheti át Redbet helyét. Tudod, hogy ez mit jelent számunkra, fiam? Mindenki készen áll. A frankok itt vannak a partjaink előtt. Háborút akarsz kezdeni a világ legerősebb serege ellen? Nincs semmi esélyed. Jézus feláldozta magát mindannyiunk érdekében! Ha a barbárok valamit nem értenek, akkor az az engedelmesség, ami a Krisztusba vetett hitünk pillére. Krisztus igéit nem terjeszthetjük erőszakkal. Én nem azért jöttem, hogy békét hozzak. Én csatázni jöttem ide. A Mihi Elder Reuter című filmalkotóitól. Ezek az emberek jobbat érdemelnek. Egy jobb vezetőt. Ez nem a szokásokról vagy hagyományokról szól, hanem a hazád iránti szeretetről, és az emberek ezt látják benned. Elgondolkoztál valaha azon, miért élsz még? Gondolj bele! Úgy tűnik, akad egy közös gondunk, ez a Redbet. Eljött az ideje, hogy megmutasd, ki a vezér. Nem az számít, mit hiszel, hanem hogy mihez kezdesz vele. Redbet mindenfelé katonákat toboroz. Feltétlen cselekednünk kell még hozzá gyorsan. Azt hiszed, az istenek tétlenek. De elküldtek téged, Redbet. Meg kell törnünk az akaratukat. Ez itt a szabad emberek országa! És ezt senki sem veheti el tőlünk! Az utolsó pogány király. Szeptember 6-ától a mozikban.